Jó napot kívánok! Április 23-a van, a nap, amikor kiderült, hogy nem mindig jó focistának lenni Magyarországon. A nap egyik híre az, hogy egyoldalúan csökkenthető a focisták fizetése, legalábbis a veszélyhelyzet idején. Majd egy kicsit erről is beszélgetünk vendégeimmel, mutatom, hogy kik vannak itt. Itt van Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt korábbi elnöke, mellette Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője, aki először van a műsorban, hozta Isten, és mellettem Szlazsánszky Ferenc kollégám, a Híradó főszerkesztője. Ha szabad egy kérdést a keresztnevéről feltenni, mert hogy a Koloman az egy ritka név. Hányan viselik ezt a keresztnevet az országban? Hát szerintem nem túl sokan, ez ugye egy német nemzetiségi keresztnév, és jó magam soproni Poncister polgár lévén, hát ezt a nevet kaptam. Ugye ez a Kálmánnak valamilyen névvált. Ez a Kálmánnak a német nemzetiségi változata gyakorlatilag így van, bár tulajdonképpen etimológiailag nem rokona, hanem ez egy alsó-asztriai szent volt tulajdonképpen, védőszent, aki kelta. Az osztrák kalendáriumban október 13-án van ugyanúgy a névnap, mint a Kálmán, és a Kolomán, és kétfajta változata van, K-val és C-vel, én K-val írom. Képviselő úron kívül valaki ismer még másik Kolománt Magyarországon? Nem. Jó, na, ha már szóba hoztam, mert mindenképpen szerettem volna beszélni róla, hogy vendégeink véleménye szerint milyen következménye lesz annak, hogy elvonnak a focisták fizetéséből? Tehát, hogy látványosan romlani fog a magyar labdarúgás színvonala, vagy majd tövegével igazolnak az aranylábú fiaink külföldi klubokhoz? Hogy fogjuk ezt megérezni? Nyilván tragikusan visszaesik a magyar foci színvonala, csak azt nem tudom, honnan fogjuk észrevenni, hogy amit látunk, az már egy visszaesett színvonal. Kevesebb lesz a gól. Azt gondolom, hogy ezt lehet ilyen szinten is kezelni, ami szerintem tragikomikus egyébként valóban. De kiderült, hogy a miniszterelnök úr el tudja engedni a focit, hogyha úgy hozza az élet. Hát azért annyira nem engedte el, hiszen kapnak továbbra is támogatást, még akár külföldi csapatok is. Felhasználható a TAO. Így van, és a TAO pénzek, pontosan erre akartam kitérni, ugye, hát Steinmetz Ádám képviselőtársam, aki azért a sportban meglehetősen otthonos, hiszen olimpiai bajnok volt, éppen be is nyújtott egy erre vonatkozó javaslatot egyébként, hogy ezeket a TAO pénzeket most oda kell átcsoportosítani, ahova most valók a koronavírus elleni védekezésre. Na jó, akkor ráfordulunk a mai első hivatalos témára, az pedig az, hogy Gulyás Gergely ma tájékoztatót tartott, és sok mindenről szó volt, ebből készítettünk egy rövid összefoglalót, utána erről beszélgetünk. Felstolcolt székek, üres asztalok. Máskor turisták százai járnak-kelnek a bevásárló utcákban, most viszont kongnak az ürességtől. Bár a jelenlegi szabályok május 3-ig életben maradnak, az sem elképzelhetetlen, hogy hamarosan újra megtelhetnek az asztalok. Azt a kormány is konstatálta a tegnapi ülésén, hogy a magyar egészségügy felkészültsége lehetővé teszi, hogy tervet állítsunk össze a magyar gazdasági élet újraindítására. Múlt héten a kormány különleges gazdasági övezetnek nyilvánított a Gödöt, így a rajta található Samsung gyárat is. Bár a lépést sok kritika érte, a kancellária miniszter szerint a Samsung gyár 4-500 milliárd forintos fejlesztése is a munkahelyteremtést szolgálja. A miniszter szerint az összes fertőzött nagyjából 10%-a lehet egészségügyi dolgozó. A politikus emellett azt is megemlítette, még ma is sok a bizonytalanság a járvány hazai tetőzésével kapcsolatban. A tetőzés utáni úgynevezett plató akár hetekig is eltarthat. A kancellária miniszter azonban arra is felhívta a figyelmet. Amíg nincs vakcina, addig együtt kell élnünk a vírussal. Szakemberekre hivatkozva megjegyezte, szeptember-október környékén nagy valószínűséggel második fázisa is lehet. Lesz miről beszélgetni, egy dolgot emeltünk ki ebből a bejelentésből a nap kérdésében. Május 4-től tehát enyhíthet a kormány a jelenlegi korlátozásokon. Önök egyetértenek-e ezzel? Igen, az élet ezt megköveteli, így véli 33%. Nem, ez túl korai lenne, több mint kétharmad, 67% gondolja így. Na, kezdjük talán arra, hogy ki mire kapta fel a fejét, amikor meghallgatta Gulyás Gergely bejelentéseit. Ugye itt a Gödi gyártól kezdve a május 4-i enyhítésekig sok mindenről szó volt. Most, hogy képen is láttam, mert a nap folyamán csak olvastam, hogy mit mondott, most arra kaptam fel a fejem, hogy milyen szép tavaszias, világos szürke öltönyben van. Nála már itt a tavasz, de nagyjából ez az egyetlen, ami földerített. Engem két
kijelentés kapott meg, vagy mondhatnám, ütött meg elsősorban. Egyrészt, hogy valaki mondja már meg, hogy akkor mi lesz május 4-én. Mert ha a járvány épp akkor tetőzik, vagy kezd el fensíkszerűen tetőzni, akkor miért épp akkor érdemes gondolkodni a szigorú intézkedések lazításán? Ezt azért nehezen tudom fölfogni. Azt hiszem, arról van szó, hogy a miniszterelnök kimondott, talán végig nem gondoltam egy dátumot, és most minden lehetséges tervet arra a szerencsétlen május 4-ére aggasztanak. Már csak az biztos, hogy akkor vasárnap van, ha csak a legközelebbi kormányinfón ezt is meg nem változtatják. A másik ennél súlyosabb... Bocsánat, május 4-e az hétfő, 3-án van vasárnap. Bocsánat, akkor már meg is változtatják ezek szerint. A másik, ami ennél komolyabb dolog azért, hát végre fölrántódott a lólábról az a bizonyos öltözék. Kiderült, hogy miért kellett ilyen antihumánus, kegyetlen, rapid módon kirakni, nem tudjuk, hogy hány beteget a kórházi ágyakról. Kiderült, hogy ez a tartós kórházi reform, vagy ágyszámcsökkentés, vagy átrendezésnek kvázi az előszobája. Most, amikor ezt különösebb tiltakozás nélkül, hát már úgy értem, hogy tömeges utcára vonulás nélkül lehet megcsinálni, most belekezdtek. Képviselő úr? Azt gondolom, hogy 2019 végén itt tartottunk valóban, hogy ugye egy kórházi reformot készítettünk elő, és nekem például a Rigl Lajos képviselőtársam, ugye a Tapolcai kórházért aggódott akkoriban nagyon, ő egyébként jelenleg ugye mentősként, önkéntesként dolgozik, úgymond a valós frontvonalon, és ritkábban jár be a parlamentbe. Tehát azt gondolom, hogy valóban a vírusjárványt kihasználva ez elképzelhető, hogy egy komoly ágyszám csökkentésnek ágyaz meg ez az egész, és én magam pedig azon is nagyon meglepődtem, hogy itt gyakorlatilag ez a 2%, hogy csak ennyit érintett volna a kórházi ágyaknak, ez nagyon kevésnek tűnik nekem, ráadásul akkor most Kásler miniszter úr, aki ceterum censeo mondjon le, hogy azt a Jobbik már nagyon régóta követeli, és most múlt héten be is jött miniszter úr legalább 3 percre, amíg Lukács László egészségügypolitikusi kérdéseit meghallgatta, majd nem válaszolt, majd eltávozott, és a következő képviselőasszony válaszát pedig már meg kérdését már meg sem várta, ez csak kis kitérő volt, tehát nekem az a véleményem, hogy most Kásler miniszter úr szerintem szorulhat, hiszen megcáfolta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki meg 16%-ról beszélt, tehát azt látom, hogy teljes a káosz, és az pedig, hogy május 4-én 00:00 tetőzik a járvány, az pedig nevetséges, és elő a maszkokkal, ahogy mi azt már nagyon régóta javasoltuk egyébként. Beszélünk majd a kórházi átcsökkentésről, meg az érettségikről is, de itt Gulyás Gergely bejelentésében volt egy kitétel, hogy az új szabályok azok elsősorban az idősekre és a nagyvárosokban élőkre fognak vonatkozni. És nekem azért óhatatlanul eszembe jutott, hogy pont a nagyvárosok kerültek az elmúlt ősszel többségükben ellenzéki irányításra. Szerintem velem akarnak kiszúrni. Idős is vagyok, és nagyvárosi is. Ez lehet az egyetlen értelmezés. Szerintem ebből legfeljebb csak az egyik igaz. Az idős. Nem erre gondoltam, Feri. A kórházi ágyakra visszatérve, Kásler miniszter azt mondta, hogy 24%-nyi beteg saját maga ismerte fel azt, hogy jobb neki, hogyha hazamegy, és tényleg ez van az ember közleményében, és hazament, tudva, hogy egyébként úgyis elmarad a nem halaszthatatlan műtétje. Ami pedig a korlátozásokat illeti, végül is az a két hétvég elég jól sikerült, amikor a kormány rábízta az önkormányzatokra, hogy szigorítsanak, avagy sem, enyhítsenek, avagy sem. Én azt nem értem, hogyha ennyire nem homogén az átfertőzöttség országszerte, hanem nagyon-nagyon eltérő megyénként, akkor miért nem lehetne azt, vagy lehetne megcsinálni, hogy megadják a településvezetőknek ugyanezt a jogot, hogy ahol kell szigorítani, ott szigorítsanak, ahol úgy érzik, hogy jó, ami most van, az maradjon, ahol meg enyhíteni lehet, ott enyhítsenek. Gondolom, hogy mindenki jobban ismeri a saját települését, mint hogy egy ember vagy egy kormányszerv ismeri az egész ország összes települését. Ebben igaza van, eddig is voltak ebben abszurd elemek, mondjuk, hogy egy község vegyesboltjában is 9-től 12-ig a nyugdíjasok vásároljanak mással, akik a faluban csak nyugdíjas, különben meg a nem létező mások, ez tényleg abszurd volt. Én mégis hajlok egy kicsit
ennek az igazságnak az elismerése mellett András gyanújára is, ha szabad így mondani, nagyon könnyen lehet, hogy olyan kvázi intézkedéseket terveznek, amik megint alkalmasak lesznek a nem fideszes nagyvárosi polgármesterek, hát majdnem azt mondtam, szivatására, mondjuk így körülöttük ilyen műfelelősségre, vonások rendezésére. Ami szomorú lenne, hogyha így lenne, mert ugye a köztársasági elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a politikai haszonszerzés ideje a veszélyhez. A köztársasági elnök úrnak jó napot kívánok először is, ráadásul hosszú heteken keresztül, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Akkor Áder János hallgatott, és a tollát kereste, hogy aláírja a gyalázatos felhatalmazási törvényt. Azért hadd védjem meg, volt Áder Jánosnak egy ajánlója egy bizonyos honlaphoz, hogy olvassák az emberek, és ott megállapított, hogy egy hónappal a vírus kitörése után, hogy különleges időkben élünk. Hát időbe föl is. Ezt azért írjuk a javára. Jó reggelt. Igen, tehát egyszerűen felháborítónak tartom azt, hogy nem szólalt meg, holott például a legjobb nemzetközi példák, így például Dél-Korea, ahol a teljes tesztelés, teljes maszkviselés, amit mi is régóta szajkozunk javaslatként, oldotta meg úgy, hogy objektív tájékoztatást kap a lakosság, és ezért jól együttműködik. És egy kicsit visszautalva az önkormányzatokra, én is azt támogatom, hogy egy helyi vezető tudja legjobban azt, hogy a saját közösségében mi a jó, de azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok azt is mutatták, például az osztrák tapasztalat, hogyha csak mondjuk bevezetjük a közterületi maszkviselét, amit a Jobbik nagyon régóta szeretne, akkor pontosan egy tömegesedési, megvetkedési fázisban, aholnak most a platóját Gulyás miniszter úr szerint elérjük, az egy nagyon-nagyon jó és hathatós országszerte beválló intézkedés volna. Igen, csak itt egyetlen kérdőjel van, egyetértek, hogy észszerű volna az önkormányzati vezetőknek teljes felhatalmazást adni, de ahhoz a teljes eszköztárat és az anyagiakat is rendelkezésükre kellene bocsátani. Igen. Mert most Karácsony Gergely például a maszkviselést elrendelte különböző közterületeken, de az is kiderült, hogy például 20 000 tesztet fővárosi költségvetésből kell beszerezni, holott a járványügyi törvény ebben világosan rendelkezik, hogy ilyenkor ez a kormány felelőssége és költsége volt. Az egyik téma összeér a másikkal, mennék tovább az érettségik ügyével. Ugye egy hete tudjuk, hogy május 4-én lesznek az érettségik, vagy nem. Gulyás Gergely szerint az érettségi biztonságos megtartásához adottak a feltételek. Ugyanakkor jelezte, a kormány felhatalmazza a köznevelési államtitkárt. Maruza Zoltán így a halasztás mellett is dönthet, ha szükségesnek látja. Én azt tudom, hogy én most érettségiznék, akkor örülnék, ha mielőbb túl lennék rajta. Közben a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete amiatt tiltakozik, hogy az oktatás irányítás tanárszakos egyetemi hallgatókat is bevonna felügyelőnek az érettségiken, írja a Népszava. A bevonásról az ELTE tanárképző központjának tájékoztatójában volt szó, úgy, hogy az önként vállalkozó egyetemisták közreműködhetnek a felügyeletben. A PDS szerint ez jogszabály és szakma ellenes. A vonatkozó kormányrendelet alapján ugyanis az érettségiken csak tanári végzettséggel rendelkező felügyelőt lehet megbízni. A szakszervezet elfogadhatatlannak tartja azt is, hogy a tankerületek már nem csak középiskolákban, hanem általános iskolákban is tanárokat toboroznak érettségi felügyelőnek. Még ment a film, és már elkezdtünk beszélgetni, úgyhogy nem is kérdezek, mindenki mondja, mi nyomja. Szóval egyrészt nekem az egy picit vicces, hogy Maruza Zoltán, mint az oktatási akciócsoport vezetője, bedobta a javaslatot, hogy legyen május 4-én az érettségi, hozzátéve, hogy erről csak a kormány dönthet. A kormány elfogadta a javaslatot, ahogy mondani szokták, magáévá tette, majd néhány nappal később, mikor kiderült, hogy 3-án viszont tetőzhet a járvány, és jön a plató, akkor azt mondta, hogy akkor viszont Maruza Zoltán dönthet, hogy elhalasztja vagy sem. Tehát Maruza úr így pattog a különféle szerepek között, de ez inkább egy mellékszál. Amit érdemben hozzá tudnék ezt tenni, hogy kolléganőm Csuhai Ildikó részt vett egy online konferencián, amit talán ma volt, ha jól értettem, Palkovics miniszterrel, és több más szakértővel, és azt állítják, én úgy tudom, a szakemberek, virológusok, meg más orvosok, hogy a lehető legkevésbé kockázatos dátum a május 4-e, és 100%-os biztonsággal megtartható az érettségi. Ennél már csak kockázatosabb időpontok jöhetnek. Reménykedjünk, hogy így van. Én egy valami nem lennék manapság, két valami, mert miniszterelnök se lennék, de erre nincs nagy igény, ahogy látom. De emellett még
érettségiző diák sem lennék. Tehát minnyáján emlékszünk rá, az embernek ez már egy-két hónappal az érettségi előtt egy stresszes időszak, az élet legnagyobb erőpróbája, és vizsgára úgy készülünk, hogy egy adott időben kell a célszalagot elszakítani, nem két héttel előtte és két héttel utána. Amit ezekkel a gyerekekkel, 18 éves diákokkal csinálnak, az majdnem olyan embertelen, mint más módon, amit a kórházból kirakott idősekkel csinálnak. Itt nem életre megy, de idegrendszerre. De hát ez egy rendkívüli helyzet. Tehát rettentően sok a bizonytalanság, és valószínűleg tényleg nagyon nehéz lehet. Mindent megértek, és nincs tökéletes megoldás, csak kisebbik rossz van. De azt azért február-március óta tudjuk, hogy itt járvány van. Azt is lehetett tudni, hogy ennek nem lesz májusban vége. Akármi a döntés, de hogy ezt nem lehetett kicsit előbb, és főleg konzultálva az érintettekkel meghozni, azt nagyon kétlem. Volt egyébként a Maruzsa államtitkár úr vicces felhatalmazásában, azt hiszem ő most a labda, aki pattog a játékosok között, és nem maga a játékos, azt mondja, hogy felhatalmazza a kormány az államtitkár urat nem csak arra, hogy döntse el, hogy mi legyen, hanem hogy konzultáljon a szakmai és szülői szervezetekkel. Ehhez Magyarországon felhatalmazás kell, ez egy külön kivételes dolog, hogy konzultálni kell a szervezetekkel. Megjegyzem, a diák szervezetek most is ki voltak hagyva, pedig az ő bőrükre. De Virág elvtárs, ez már az ítélet, tehát hogy ki van hirdetve a május 4-e, most kezdenek konzultálni a szakmai szervezetekkel, képviselő úr? Hát, úgyis, mint a Jobbik Oktatás és Kulturális Kabinettjének vezetője, mi ugye leraktuk már nagyon régóta azt a javaslatunkat, ami egyébként mai hírek szerint úgy tűnik valószínűleg a szlovák kormány kiválóan informálódott a néppárti Jobbik javaslatairól, hiszen elmarad az érettségi Szlovákiában, mind írásbeli, mind szóbeli formában. Mi hetek óta ott van a határozati javaslatunk, most kezdeményeztük, hogy végre tárgyalja a Kulturális Bizottság arról, hogy legyen jegymegajánlás, hiszen az illető szaktanár az évvégi jegyek alapján megajánlja egy jegyet, a 83 ezer felvételi miatt érettségire kötelezett diák eldönti, hogy neki ez a megajánlott jegy megfelele. Biztos vagyok benne, hogy több tízezren ezt elfogadják, hiszen egyik pillanatra a másikra nem szokott megnőni a tudás általában, és már is biztonságban vannak a pedagógusok, a kísérő szülők és a tanulók. Akár így is lehetett volna, most már látom, hogy az ellenzék nagyobb eséllyel adhat, a Jobbik is, meg mások is, a szlovák kormánynak javaslatokat előbb fogadják meg, mint a magyar, de mivel én is úgy látom, hogy most már ezt nem nagyon lehet mozdítani, ha eddig nem mozdították, legalább akkor 3 perc múlva a részletes szabályok jelennének meg. Épp ma olvastam pedagógusok teljesen jogos kérdését, hogy és tessék mondani, a dolgozatokat fertőtlenítjük, hazavisszük a családba, a gyerek meg a nagymamához. Vagy... Ugye kiosztáskor is illene fertőtleníteni, igen, mert a gyerekek fogják meg, igen, és összeszedéskor igen, is. Tehát, hogy megy ez? Ez csak egy apró kérdés, de sok ilyen van. Az a diák, aki karanténba kényszerült, nem jó voltából. Az a most mi lesz? Van-e pótérettségi időpont, vagy nem? Mi lesz a krónikus betegségben, valamilyen szívbetegségben, cukorbetegségben szenvedő gyerekekkel, diákokkal? Azok is mennek, vagy más lesz? Ha már eldöntötték ezt a nyomorult május 4-et, jobbat is lehetett volna, egyetértek, akkor legalább ezeket a bizonytalanságokat kell eloszlatni. Hát igen, vagy a közlekedés visszasűrítik, mert ugye most ritkították, aznap azért elindul akkor 80 ezer ember. Igen. Nyilván több járműre lesz szükség. Vannak még kérdések? Folytatjuk majd ezekkel a kérdésekkel is egy rövid reklámszünet után. Maradjanak. Ugye mondtam, hogy már is folytatjuk a stúdióban Lendvai Ildikó, Brenner Kolomán és Szlazsánszky Ferenc. És a következő téma, amivel folytatjuk, szomorú lesz. Az a szomorú számháború, ami a kormány, az egészségügy és a kórházak között zajlik, és ennek a számháborúnak most már halottjai is vannak, íme.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint a magyar kórházi ágyak kihasználtsága tavaly 66%-os volt, amikor pedig megjelent Magyarországon is a vírus, mint írják, sok beteg lemondott a halasztható beavatkozásokról, ami még több szabad ágyat jelentett. Így az EMMI szerint, amikor a miniszter utasításba adta a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágyak 60%-át, akkor már 58% országos szinten szabad volt, tehát mindössze további 2%-nyi szabad ágy biztosítása volt a feladat. Összesen a magyar kórházi ágyak 16%-án kellett meghozni azt a döntést, hogyha ott halasztható beavatkozásra várakozó beteg van, azt küldjük haza. Ezt viszont a miniszterelnök mondta április 17-i rádióinterjújában. Nincs ellentmondás a nyilatkozat és a közlemény között, írt a híradónknak az EMMI. A tárca szerint a járvány kezdetekor országos átlagban az ágyak 34%-a volt szabad. Április 19-éig az ágyak 50%-át kellett felszabadítani, ezért mondta a miniszterelnök a 16%-ot. A járvány magyarországi megjelenését követően a betegek jelentős része önként lemondott a halasztható beavatkozásokról, ami további ágyakat szabadított fel. Végül tehát országos átlagban csak az ágyak 2%-áról kellett hazaküldeni olyan betegeket, akik nem szorultak kórházi ellátásra, írja az EMMI. Kunec Zsombor szerint aktív ágyakból mindig jól álltunk, ami gond, hogy nincs rehabilitációs és ápolási kapacitás, hiszen az aktív ágyakról ezekre a helyekre kerülnek a betegek. Én ezt nagyon méltatlannak tartom, hogy ilyen 58 és 60 százalékokról folyik a vita, emberéletek vannak mögötte. Tehát pont most néztem, az Indexen van egy történet, 72 éves orosházi férfi hazaadták, 12 órán belül meghalt. Istenem. Szóval, hogy ki nézi a sorsokat a számok mögött? Az a borzasztó, hogy erre az intézkedésre, a végrehajtására olyan kevés időt adtak a kórházi orvosoknak, hogy még ők sem tudták nézni. Hát számtalan példát tudunk. Az ember egy ilyen szörnyűséget nem viccel el, de ha igaz volna az, hogy csak 2%-ról küldtek haza, akkor jelentem, az a 2% mind az én tágabb ismeretségi körömben van. Hát mindnyájan tudunk egy csomó példát, ami ezt a 2%-ot lehetetlenné teszi. Ráadásul tegnap a tiszti főorvosasszony, az országos tiszti főorvosasszony büszkén bejelentette, hogy már 50%-ot kiürítettünk. Hát akkor ezek szerint már több üres volt, akkor 8%-ot még vissza kellett parancsolni, hogy jöjjön kórházba, hogy kijöjjenek a számok. Ha már hazudnak, bocsánat a szóért, akkor legalább egyeztetnének. Ez gyalázat, ami itt folyik. Lehet tudni itt a végső bejátszásból ki is derült, hogy az aktív és a krónikus ágyak számának vetítési alapjaival zsonglőrködnek, és az sem igaz természetesen, hogy önként lemondtak beavatkozásokra. Hát könyörgöm, tudjuk, hogy megkapták márciusban a kórházak az ukást, hogy csak az életmentő beavatkozást és műtétet lehet elvégezni. Mi az, hogy önként? Én is nagyon méltánytalannak tartom, különösen ilyen emberi tragédiákat halván azt, hogy itt számokkal zsonglőrködünk. Én nem ismétlem meg azt, amit már elmondtam, hogy ez a 16-2%, amit ugye a miniszterelnök úr és most kommunikálnak, de egyszerűen gyalázatosnak tartom az egészet. Ráadásul Kásler embertelen miniszter úr gyakorlatilag tényleg még arra sem tudott a parlamentben választ adni, hogy azokat a kórházigazgatókat, akiket gyakorlatilag egyik napról a másikra ilyen embertelen döntések elé állított ez a fideszes kormány, azokat leváltják, és utána példát statuálnak, és innentől kezdve nyilvánvalóan az orvostársam is tudja, hogy be kell állni a sorba, mert különben látták, hogy mi következik rájuk, és lássuk már be, hogy 10 éve kétharmaddal nagyrészt a Fidesz kormányoz, és az egészségügy helyzete az ő felelősségük, és minden halott az ő hibájuk. Nagyon jó, hogy említette itt a borzasztó tények mellett a kórházigazgatók történetesen a rehabilitációs intézet meg a fehérvári kórház vezetőjének elbocsátását. A már az előbb fölidézett Gulyás Gergely féle kormánytájékoztatón, ahol ugye a hosszú távú egészségügyi tervekre is utalt, mondta azt, hogy inkább a rehabilitációs és úgymond passzív, tehát kezelést, hosszú kezelést nyújtó ágyakat ott inkább növelni kell, és az aktívat csökkenteni. Mert könyörgöm, akkor mi az, hogy fűnyírő módon a rehabilitációs intézetnek is föl kellett volna szabadítani ágyakat, ahova ezek szerint még több kéne, és pont azért rúgták ki azt a szerencsétlen
pedig politikailag tőlük nem távolálló, de kitűnő sakembert, mert nyilván ezt ő tudta, hogy rehabilitációs ágyat kiüríteni ilyenkor, meg általában az gyilkosság. Kásler miniszter úr, stratégia vagy feladat végrehajtó? Szerintem egyik sem. Hát az ember miniszter az, amióta Orbán Viktor kormányoz 2010 óta, az általában egy 70 év fölött, bocsánat, nem megbántó az idősebb embereket. Hanem gyakorlatilag egy olyan nagy tiszteletben áll a maga szűk szakmájában, hosszú-hosszú életút csúcsán túllévő kollega volt, akire rá lehetett minden olyan témát hagyni, amit a miniszterelnök gyakorlatilag el akar hanyagolni. De ebből indirekt módon mégiscsak az következik, hogy valószínűleg az ágyfelszabadításról szóló gondolat is Orbán Viktor fejében született meg. Egészen biztos. Tehát, hogyha itt mindenről ő dönt, az érettségi időpontjától kezdve az ágyfelszabadításig, akkor Kásler Miklós végrehajtja. Nyilvánvalóan meg a gombot. Láthatjuk azt, hogy lazításra készül a fideszes kormány, kezd felfutni a német gazdaság, ott is lazítanak, nyilvánvalóan a beszállító magyarországi cégeket majd el kell egy idő után engedni előre a nagyon rövid pórázról, amit most érzékelnek, és Orbán Viktor és a Fidesz természetesen erre készül, emberek életével játszva, és azt gondolom, hogy ezek kapkodások. Nincs mögötte stratégia, egészségügyi stratégia, és ezek az átalakítások és számháborúk kizárólag azt mutatják, hogy nem egy átgondolt akciósorozatról beszélünk, hanem felül kiadnak egy parancsot, amit aztán gondolkodás nélkül hajtanak sajnos végre. Hát egészségügyi stratégia nincs mögötte, de politikai stratégia van. Beszéltük is szünetbe, és most utalt is rá, hogy nagyon könnyen lehet, hogy a járványkezelésnek egy másfajta stratégiájára akar átállni a kormány. Legfontosabb neki a gazdaság, fontosabb, mint az ember, és lehet, hogy éppen azért akar az általuk is tetőzésnek nevezett szakaszban lazítani, hogy most inkább fusson végig, akin végigfut, kerül, amibe kerül a járvány, de a gazdaság induljon be. Legalábbis föltételezhető, hát erről beszéltünk, egy ilyen stratégiaváltás. Ehhez viszont Káslernek, az egészségügynek és a betegeknek semmi köze. Káslert már csak a presztízs tartja a székében, félreértés ne esik, nem a saját presztízse, Orbán Viktor presztízse, aki nem akarja a járvány közepén elismerni, hogy egy alkalmatlan bábfigurát tette erre a fontos helyre. Hát nagyon nehéz kérdés az, hogy a gazdaságot mentsék meg, vagy az embereket. Most eddig az embereket próbálták, de kezd letérdelni a gazdaság. Tehát valahol megértem, hogy próbálnak változtatni, hogy a gazdaságot sem lehet jegelni itt hónapokon keresztül. Viszont ez óriási áldozatokkal járhat. Tehát nyilván itt kellene a szaktudás, a szakértelem. Mondjuk nagyon sok jó nemzetközi példát sem tudnék felsorolni, nem mint ezt a magyar kormányt védeni akarnám. A másik pedig, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy az összes halálozási adat, tehát az összhalálozási adat az előbb-utóbb ki fog derülni. Tehát, hogyha azt fogja látni a magyar társadalom, hogy itt március, április, májusban ez esetleg nagyon megugrott, akkor az irgalmatlanul vissza fog ütni a döntéshozókra, mert akkor vagy koronavírusban haltak meg, vagy nem, hanem amiatt, hogy elengedték őket a kórházból, nem kaptak ellátást, szóval ez egy irgalmatlan. Biztos, hogy ki fog derülni? Hát a számokkal úgy manipulálnak, hogy én abban se vagyok biztos, hogy valaha megtudjuk. Én a gazdaságra hadd utaljak vissza. Egyetértek, nem szabad nagyon hosszú ideig hagyni a gazdaságot teljesen megfullad állapotában. Ugyanakkor látjuk azért, és vannak jó nemzetközi példák, én Ausztriát arra nagyon hamar és sokszor szoktak hivatkozni, ugye a fideszes politikusok is, ott például egy nagyon fokozatos és lépcsőzetes lazítás indult el mostanában, de úgy, hogy visszatérek megint a mániánkhoz, tehát, hogy maszkviselés már nagyon régóta kötelező például a nagyobb területű üzletekben, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ezt ki lehetne úgy alakítani, hogy egyrészt támogassák megfelelő módon azokat az embereket és vállalatokat és vállalkozókat, akik ebben az átmeneti időszakban nehéz helyzetbe kerültek. Erre lenne pénz ebben a büdzsében, mészáros adóból, egyebekből, amit ugye a Jobbik is mindig javasol. Ezt a 2-3 hónapot át lehetne hidalni a jelenlegi költségvetési keretekből, és utána viszont nyilvánvalóan lépcsőzetesen levegőt kell engedni a gazdaságba, hiszen hosszabb távon azzal egyetértek, azt sem lehet teljesen megfojtani. Ez egy valódi kérdés, tehát én se lennék a kormány helyében, mondtam is az előbb, de ha ez egy valódi kérdés, akkor beszélni kell róla.
de úgy bánnak az egész országgal, benne fölkészült szakemberekkel, a kérdés szakembereivel, mint az érettségizőkkel, hogy fejük fölött döntenek olyan dolgokban, ami minnyájunk bőrére megy. Én most ízlelgetem magamban ezt az ötletet, amit felvetettek, és egy csomó mindent megmagyaráz. Tehát, hogyha, bocsánat a tiszteletlen kifejezésért, hogyha május 4-e után jön a hújon a férgese stratégia, az megmagyarázza azt, hogy miért kellett a kórházi ágyakat 10 000-vel felszabadítani, hogy miért állnak raktárakba milliószámra védőfelszerelések, hogy miért kellett 8000 lélegeztetőgépet behozni az országba, miközben a jelenlegi számok 60-70 lélegeztetésre szoruló gép van ma. Tehát tényleg ez elképzelhető, hogy beteg, bocsánat, aki gépen van. Tehát, hogy lehet, hogy erről van szó, hogy május 4-től egyszerűen a gyeplőt a lovak közé? Tudni nem tudjuk, hiszen ahogy említettem, megemlítettük, senkit nem avatnak be az intézkedések hátterébe, de ezt látom az egyetlen logikus magyarázatnak én is, nem az én ötletem, de átvettem, vagy én is valószínűsítem ezt a verziót, hogy éppen akkor akarnak lazítani, amikor a leginkább a tetőző pontján van a járvány, mi más magyarázza, mint az, hogy esetleg egy olyan stratégiába gondolkodnak, hogy az a jobb verzió, ha hamar átmegy. Ezzel Nagy-Britannia is kísérletezett az elején, aztán túl sok áldozatba került. Le is álltak vele gyorsan. Pontosan, és rükversbe kellett kapcsolniuk. Svédországban is van valami hasonló elgondolás. Tehát én nem azt mondom, hogy nem lehet ezen gondolkodni, de nem így. Nem ennyi ember áldozat, és ennyire végig gondolatlan szakmai. Meg ez lehet egy társadalmi párbeszédnek az eredménye. Például lehetne erről nemzeti konzultációt indítani. Nem nemzeti konzultációban gondolkodnék azért legelőször is, hanem mondjuk a tudományt kérdezzük meg. Ugye ennek a vírusjárvány kezdete óta tessék megnézni az operatív törzset, egy ilyet tanítónéni mondogat néha egymásnak teljesen ellentmondó jó tanácsokat, egyenruhások közepette. Tessék ezt összehasonlítani Sebastian Kurz osztrák kancellárnak a napi beszámolóival, ahol a polgárt, a magyar polgárt is így kellene kezelni, felnőttként kezeli, elmondja objektíven, hogy mik a valós adatok, és utána megbeszéljük, és egy demokratikus módon hát lefolytatott vita után születnek meg döntések, de jelenleg ne adj Isten, hogy ezt a stratégiát kövesse a Fidesz, hiszen az egész eddigi stratégia pont ellenkezője volt, és bocsánat, én korábbi életemben stratégiai dékán helyettes voltam, tehát menet közben stratégiát váltani az a legrosszabb, inkább egy rossz stratégiához kell a végéig ragaszkodni, mert több kárt okozunk, és jelen esetben pedig több emberi életet veszélyeztetnénk, mint megfordítva. Egyetlen dologban azért bízom, de csak azért hozom szóba, mert olyan sokszor mondta a Jobbikot, hogy egyszer muszáj kiejtenem az MSZP nevét a számon, komolyra fordítva. Meg akkor beszéljünk az ATV-ről, Feri. Hát és az ATV is remek, igen, természetesen, de nem most komolyra fordítva a szót. Lesz 28-a a Szociális Bizottságnak, ahol MSZP-s elnök van, így jön ide az MSZP, egy ülése, ahol állítólag, ha igaz, megjelennek az érintettek az operatív törzsből is. Ha minimális őszintességet várhatunk, akkor talán ott ki kellene, hogy derüljön, hogy van-e stratégiaváltás, vagy nincs. Lenne még egy témánk, de nagyjából 2,5 percünk maradt, úgyhogy én azt javasolnám, hogy engedjük azt el, mert én azt gondolom, hogy az egészségügyről és az ágyfelszabadításról még lehet beszélni. Kollár Lajos miniszteri tanácsadó, ugye érsebész doktor egyébként, azt mondta, hogy ahhoz, hogy a járványt jól lehessen kezelni, nagyon pontos információkra van szükség, mert csak így lehet tervezni. Tudomásom szerint a fehérvári kórházból több napon keresztül nem jelentették le több koronavírusos beteg elhalálozását, ami jelentősen torzította az adatokat. Ezt valószínűleg lehetett volna egész pontosan okadatolva bizonyítani, hogy nem történt meg ez az adat. A legnagyobb probléma nem ez, hanem hogy nem tesztelünk. Megint visszatérek az eredeti. Tehát, bocsánat, én értem, hogy neki, mint kórháznak le kell adnia azokat a számokat, hogy ő a laborban hány tesztelést végzett, és abból hány koronavírus. Egy főigazgató elveszíti az állását azért, mert a saját kórházára vonatkozó adatokat nem adta le időben, de egyébként azzal nincs baj, hogy országos szinten kevés a teszt. Erről beszélek, hogy ezért nonsens ezek a kapkodó
és felelőtlen intézkedések, hiszen a valós számokról nincs tudomásunk, hiszen azzal a dél-koreai példánál maradva egy teljes lakossági áttesztelés után rendelkeznénk, tehát gyakorlatilag itt vaktában lövöldöznek, és ráadásul ilyen következményekkel. Tehát azt gondolom, hogy pont ez az, ami a legjobban megmutatja talán az alapfilozófiáját a fideszes kormánynak, hogy nem a tudományra hallgat, nem a szakértőkre hallgat, hanem mindent a politikai kommunikáció alá rendel, csak jelen esetben emberi életekről van szó. Azért itt azt hiszem folyik egy utólagos alibizés vagy indokgyártás is. Tudjuk, hogy még fideszes körökben is, egész magas szinten is felháborodást keltett a két kórházigazgató elbocsátása. Lehet, hogy most utólag kell a bűnlajstrom súlyosságát valamilyen módon igazolni, nem tudom azt komolyan venni, hogy most ezen múlik az összes információ. Hát akadózik a kormányzati kommunikáció, ami egyébként legendásnak minősítetett a múltban. Én viszont azt hiányolom, hogy az ellenzék ezt nem használja ki, és mondjuk Budapest nem tart egy napi szintű alternatív, operatív törzstájékoztatót, ahol kiállnának olyan szakemberek, akiről önök beszéltek, akik hitelesek és érthető módon és pontos adatokkal állnak elő, és tájékoztatják az embereket. Szerintem ezen a téren is megmutathatná az ellenzék, hogy képes-e többre, mint a jelenlegi kormányzat. Hogy itt lenne az ellenzéknek nagyobb szerepe, ezzel egyetértek. Karácsony Gergelyt annyiban védem valamelyest, hogy ő nagyon rendszeresen kommunikál, bár inkább az interneten, és tény és való, hogy lekötik az energiáit, hogy a kormány hazugságaira kell mindig valamilyen dokumentummal felelni. De azt tényleg megtehetné az ellenzék, akár közösen, egy úgynevezett közös operatív stábbal előadni az ő javaslatait és az ő kérdéseit. Valóban itt a kezdeményező kommunikációnak is volna szerepe. Mára itt a vége. Köszönöm szépen Brenner Kolománnak, Lendvai Ildikónak és Szlazsánszky Ferencnek a beszélgetést. Önöknek meg a figyelmet, vigyázzanak magukra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!